üdvözletünk! Napjainkra a brutalitás, a kegyetlenkedés már teljesen hétköznapi szerepet töltött a videójátékokban, melyet számos szervezet vagy közéleti személyiség nem is néz jó szemmel. Ennek ellenére mi teljes mellszélességgel kiállunk a véres, gyilkolózós játékok mellett, véleményünk szerint az alapjában véve szórakoztató produktumnak szánt alkotások nem tehetőek közvetlenül felelőssé a valóságban bekövetkezett tragédiákért. 2012-ben is volt jó pár cím, aki nem ijedt meg, ha ölni kellett, és az ezeket rangsoroló listánk legdurvábbjai közé már nem is fért be orgyilkosunk, az Assassin's Creed 3 Connoria, a Far Cry 3 bosszúszomjas macsétás nyaralója, de a Resident Evil 6 néhány szereplőjét is említhetnénk, akik nem bántak kesztyűs kézzel a különböző undorítóbbnál undorítóbb dögökkel. Mindenképpen érdemes még megemlíteni a Black Ops 2 rothadó hullás konténerét, melytől kirázta a hideg az embert, de a Spec Ops The Line Dubajában a villanyoszlopokra felakasztott emberi testek és kemény, morális döntéshelyzetek sem az ártatlan lelkületű játékosoknak szóltak. Hoppá, majdnem el is felejtettem a Hotline Miami hihetetlen retrós vérengzését, ami sokaknak okozott kellemes perceket. Azonban a jelöltjeink még ennél is szadistábbak, kíméletlenebbek voltak, így keressük is meg a tavalyi év legjobb belezőjét. A Resident Evil csoportos szórakozásra kiegyezett verziója az Operation Raccoon City bizony minőségével és kivitelezésével minden eddiginél gyatrábbra sikeredett, pedig durvaságban nem volt hiány. Már az alapfelállás is biztosított minket erről, mivel az Umbrella takarító osztagát alakítva minden utunkba kerülőt likvidálnunk kellett, ha zombi volt, ha nem. Ezt pedig a legváltozatosabb, legkíméletlenebb módokon végeztük, a fejszétaposástól kezdve, a késeléseken, agyvelő locsantásokon keresztül, egészen a vánszorgó hullák pofájába tömött gránátig. Az Arkane Studios Dishonored-jának világa már önmagában jelölést érne, mivel az utcákat borító hullakupacok, a hidakról testeket konténerekbe haigáló vagy nagyobb mennyiségben ömlesztő mozzanatai könnyen elborzasztják az embert, és akkor a játékmenetet még nem is említettük. Fősünket felruházták egy halomképességgel, melyeket alkalmazva a kreatívabb mészárosok hihetetlen látványos vérengzéseket művelhettek. A gyors közelharci kivégzések mellett használhatunk áramot, tüzet, robbanóeszközöket, de mindközül talán a patkány csorda megidézése és áldozataink húsának lerágatása volt a legdurvább. Jackie Estacado démonai visszatértek és ismételten kegyetlen mészárlásba kezdett. A halálos csápjai mindent képesek felaprítani, darabokra szedni, szétmarcangolni, de ha ez nem lenne elég, még fegyvereket is alkalmazhattunk, melyeknek az egyszerre történő használatát mesterien oldották meg az alkotók. A kegyetlenkedés mellett humort is villantott a The Darkness 2, mivel a kis darklingünk a zöld puki felhő keregetésén kívül előszeretettel vizelte le áldozataink maradványait, így azt gondolom Jackie még cel-shaded környezetben is olyan mértékben brutális, hogy a többiek csak a véráztatta maradványai körül jegyzetelgethetnének. Egy biztos, Jackie Estacadónak egy elmegyógyintézetben lenne a helye. A triádok közé beépülve alvó kutyánk Bruce Lee, Jackie Chan és Jet Li képességeit kölcsönvéve minden irgalmat nélkülözve számolt le az alvilággal. Wei Shen nem csak lőfegyverekkel, járművekkel aprított, de még ökle is halálosabb volt a megszokottnál. A harcrendszer amellett, hogy tökéletesen működött, még látványos is volt, mivel a játékmenet a tereptárgyakat is bevonta a küzdelmekbe. Ha helyzet úgy hozta, szilánkosra aprítattuk az ellenfelek csontozatát gépjármű ajtajával csapkodva, telefonkagylóval, lapáttal, bárdal ütlegelve, befejezésként pedig akár még egy fűrészlapba vagy ventilátorba is beépíthettük a delikvenst. Az már biztos, hogy 2012-ben ő volt a legveszedelmesebb tégla. Shank a 2011-es feltűnése után a múlt évben ismét beugrott egy kis zsigerelésre. A képregényes stílusú, 2D-s oldalra scrollozó beat'em up nem csak durvaságával, de pörgős játékmenetével és remek dizájnjával is belopta magát a szívünkbe. A folytatás igen sok téren kicsit vékonyabb lett, mintha már nem bánt volna el olyan látványosan fő ellenfeleivel hősünk, kicsit talán megszelidült a kreatív belezés terén, de azért kegyetlen, mint mindig. A számos felszedhető fegyver változatos pofoszkodást biztosít, és a szétlocsolt vérmennyiség is megüti az elvárt szintet. A Prototype 2-ben ezúttal James Hellert irányítva és vérbosszútól fűtve Alex Mercert üldözzük a zónákon keresztül, senkit sem kímélve. Ezúttal már mindegy volt, hogy fertőzött, katona vagy civil, az életben maradásunkért cserébe tucatszám áldoztunk fel mindenkit. A legcifrább képességeket vethettük be, egyes megmozdulásaink után csak úgy locsantak az emberek, de ha úgy hozta kedvünk, még járművekből is szórhattuk rájuk az áldást.
mutáns pengénkkel bárkiről bármit lenyiszonthattunk, és a főszörnyeket nyakon csípve már kezdetét is vette az igazi tunkolás. A győztesünk pedig nem is lehetne más, mint a pszichopata Jackie, mivel bármelyik csápos megmozdulása már alapjáraton megérdemli a legbrutálisabb kitüntetést. A testek vízszintes és függőleges széttépése, fejek levágása, vagy a különböző tereptárgyakkal, mint az ajtókkal, vascsövekkel történő amputálások bizony kimerítik a kegyetlenkedés fogalmát. Itt a cifra Drancsirt jutalmazta rendszer, és még egy különálló kooperatív lehetőséget is kapott a játék, ahol négy másik agyament idiótával újabb módokon gyilkolázhattunk kedvünkre. Amit ebben a játékban művelni lehetett, annak fényében a Game TV stábja egyöntetűen kijelentette, hogy 2012-ben a The Darkness 2 volt a legbrutálisabb SMN gyilkológép. Ennyi vér és belezés után meg is köszönném gyorsan a figyelmeteket, hamarosan újra találkozunk, sziasztok!